Csácsomi csőtészt a csokolár és traktorkerék. Szavaztok papikáim, kíper jelentkezik. A következő Farming Simulator 17-tel is mi mondtunk. Pontosan ugyanitt vagyunk, csak éppen megérettek a dolgok. De még mielőtt elkezdek aratni, nem bírom ki gyerekek, akkor már kettő kombájnnal kellene nyomni. Vegyünk egy ugyanolyan kézíját. Ne haragudjatok. Hányoltabb, de hányoltabb nekem az mennyire értelmes? Mennyire van nekem az jó szükségem rá? Nincs elég pénzed? Jó, majdnem még az jó, hogy de azt megvettem volna, mint a szart. Jó, és akkor kellene ugye hozzá bérelni. Ni. Egy vágóasztalt. Várjál. Vágó. Ugye ez is nagy, mind a kettő. Jaj, de jó. Jaj, megláttatok a talcavat. Megvettem. Megvettem, ne baj gyerekek. Hú, lesz az nekünk. Köll az nekünk, mint szar a zsebbe. Kérlek, megvettem. Tudom, hogy megvettem a vágóasztalt megvettem. Nem baj gyerekek, úgyis kell majd még egy kombájnt venni. És akkor ugye jó lesz az nekünk. Figyeljetek, ez szándékos volt, gondoljátok, 60 ezer be... Figyeljetek, amikor van pénz, akkor szorjuk mind az őrültek. Megvettem, de nem baj, mert úgyis mindenképpen kölleni fog majd. Egyébként azon gondolkoztam, hogy igazából ez a kombány ez pont jó nekem, mert ugye annyival marad el ugye a nyuszitól, hogy a nyuszi az gyorsabb. Ez a kombány meg pont ugyanolyan vágó szélességgel dolgozik, pont ugyanolyan gyorsan arat. Igazából annyi, hogy akkor gyorsabb, amikor így megyünk az úton, ugye ez 20-szal tud menni, az meg valami... Nem, ez 27-tel tud menni, az meg valami 40-nel, aztán igazából ennyi. De várjatok, most látom, hogy ez 27-tel tud menni, aztán ha izé a trekes, az meg izével csak. A gumitalpas az meg, hernyótalpas az meg. Csak 20-szal lehet, hogy ugye van egy ilyen dolog, de na, ezeket utálom gyerekek. És emiatt a hülye miatt kellett ilyen parami nagy ívbe mennem, mert rájön a seggemre ez az... Nem nézi, hogy ott a vágóasztal nem fog elfordulni, most emiatt itten begörcsölhettem. Hát ez nem fog kijönni innen. De jó, kösz haver, kösz, esküszöm, imádlak. Még ezt hogy sikerült, ezt ide felakasztom, azt meg már légkében nem tudom. Ezeket úgy utálom, ezeket a nyomorult idióta hülyéket, mert tudom, hogy most ezt... Tudom, hogy most ezt én akasztottam ide fel. Csak ugye, hogyha nem fordulok ilyen baromi nagy ívbe, akkor a hülyeje neki megy a izémnek, a vágóasztalomnak, mert rámegy egy centi rá meg tőle. Nyerül Isten is. Jó, van, megyünk. Nyugodjál meg, Keeper, attól megnyugszol. Ez még mi? Figyelj, oda nézzél. Egyből kilép az utcára. Azért megnézném így a izé. Az út melletti kapásból lejössz, itt mennek az autók, ami a ez. Kicsit mintha közel lennének a házak, de nem számít. Jól van. Gyerekek, egyébként itt van, nézzétek, még egy terület, amit lehetne valamit kezdeni. Csak azért nem tetszik nekem az a terület, mert ilyen vaskerítéssel körbe van véve, és... Nagy probléma az benne, hogy ugye... nem nagy, vagy nem kicsi. De... Sőt, elég nagy, de az a gond, hogy ez a kerítés az ugye mindenhol így be van behatárolja, meg ugye a nagy géppel mindenképp kell valami fordulózánát csinálni a végébe, annyival kisebb a terület, úgyhogy nem egy túlnyerő. Nem annyira jön be. Ugye ott a 21 fölött vagyunk, a 21B-nek nevezzük. Ez itt a 9-es alatt, ahol éppen megyünk. Ez sokkal kisebb, ugye. Hát legalább körülbelül harmad a szélességű, és ugyanolyan hosszú, úgyhogy nem nagyon éri meg a dolgot. Na jó, akkor kettő kombány alattunk, hát ezt most ezt benéztük, hogy egy ilyen iszonyatosan nagy térrelt 60 ezeret kiadtunk. Mindegy. Igazából a vágóasztalt, jó, nem egy olyan nagy pénz volt, jó lett volna, hogyha nem cseszem el, de mindegy. El is indítottam azt a kombányt, én azt gondolom, annyi. És akkor hozom a másikat. És azt is mindjárt elindítom, ez úgyis azt hiszem, hogy nagyobb ez a föld, szóval nem nagy problém. És akkor mind a kettőt ürítjük nagyon gyorsan. De ebből ki fog jönni a két földből körülbelül... Szerintem egy fullos pótra való biztos. És abból azért már lehet úgy gazdálkodni ezerre. Mert sokkal gyorsabban ugye be tudjuk indítani megint ugye, hogy az időpörgetést is. Jó, ezt megkezdjük itt ezzel a végén, aztán jó lesz nekünk. Úgy. Arra van lennék kíváncsi, hogyha most én ezt így megindítom, hogy fölcsatlakozok, és ha nyomok egy hát, akkor ő automatikus
medence, de fogja húzni azt a talpat. Ha be, jó. Csinálj ezt szépen. Ah, kinyit mindent, megcsinál mindent, jó van. Nem is figyelte meddig ezt a dolgot. Jó van, gyerekek. És akkor a... Ezt viszont megindítjuk is instant. Mögötte, ugye? De jó, hogy itt van minden, nagyon bírom ezt a terület együttest. Ez viszont gyorsabb lesz, mint a Combine. Majd esetleg megállítjuk, hogyha olyan lesz neki. Most egy kicsit tényleg hagytam egy kicsit lelógva, mert ott ugye akkor nagyobb marad és valószínűleg fogja azt is húzni. Mindegy, nem jó lesz. 63 ezerünk van, nem nagy pénz. Mondjuk mind az őrültek. Igen, hát kettő Combine az kéne ide, ezekre a területekre. Most már egy kicsit talán gyorsabb lesz. 14%, 30%. Azt hiszem, hogy most lesz dolgunk az ürítgetésekkel. És ott meg is kell állítanom, hogy látom ezt a vetőt. Túl gyors a vetőm. Túl gyors a vető, gyerekek. Kicsit feltartom szándékosan. Úgy. Jó lesz, jó lesz. Hú, erre nagyon kíváncsi vagyok egyébként, meddig fogunk eljutni. Valaki írta, hogy hú, tök jó kitartasz ebben a sorozatban. Nem nagyon szoktál sorozatajaidba. Kíváncsi vagyok, meddig fogok eljutni, hogy tényleg lesz-e iszonyatosan nagy vállalkozása, hogy gyakorlatilag minimum a földek felét birtokolni akarnám. Egyébként van még ugye földünk, csak ugye nem használjuk. Mert nem más, mint az egyes, de az iszonyat messze van. Gyakorlatilag egy darab földön van, meg az egyes. Ez ugye, ami ott fölöttünk van, a szántott föld. Én csináltam. Na meg a nézegetni akartam, melyik földet érdemes megmenni. Hát a tízes az nagyon-nagyon szép lenne. Az van legközelebb is, meg az marha nagy is, nem tudom mennyibe ki fáj. Mondjuk lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy megbeszem a tízest. Na az a vető, az most kéne megállítanom, mert már kezd üregesíteni. Álljál meg szépen, majd szépen mész később tovább. Ja, a tízes, az egy nagy hatalmas föld, az nagyon jó lenne. Sőt, még... Igen, nem. És azt mondtam, a hármat összeszántani, csak az az egy baj ugye, hogy a 21B-nek kerítése van. Hát nem kell összeszántani, jó az úgy. Jó, megyek a másik Combine-hoz. Vető meg egy kicsit várjon. Nem kell annak menni. Na ennyi ízit, ennyi gabonát buktunk el az előtti részben, hát ez nem volt egy nagyon bájos dolog. Jó, megvárjuk azt a Combine-t, forduljon, azt utána üritem, és akkor utána jövünk vissza, ehhez szépen okosan csináljuk a dolgokat. Ahogy ezt kell, gyerekek, szépen ügyesen. Sokkal gyorsabban. Igazából most meg a vetéssel lesznek majd problémák. Úgy kellett volna, hogy ugye egyik földet két kombájna, utána vetőgép utána másik földet két kombájna. Az lehet, hogy érdemesebb lehet volna úgy csinálni. És akkor ugye addig, amíg az egyik földön dolgozik a két kombájna, a másikon dolgozott volna a vető, ami gyorsabb. Úgyhogy ez lehet, hogy egy kicsit hülyeség volt most. Egyébként ezt lehet oldalra billentésre is rakni ezt a útot, ha jól láttam, majd megpróbáljuk. Hát, hogy nem maradt tempomat van már, mint hogy én itt megnyomom a 3-ast, akkor itt így maradna.
Hogyha árváltok másik gépre, az meg kifejezetten még jó lenne. Nyomjuk. Jó az gyerekek, egész jó haladunk. Kell a pénz. Ebben a részben szeretnék egy Skorpiót venni azért. Bár ugye most a vérkombájnom az biztos viszi a pénzt az erre. Jó lesz ez nekünk, gyerekek. Azon gondolkoztam, ha még egyszer utoléri a kombányt, ami nem valószínű, hogy most már meg fog történni, akkor gyorsan áthozom a másik földre, és akkor ott is tud dolgozni. Hát igen, arra a nagyvető, kultivátoros vető, az baromira kéne, akkor le tudná húzni gyakorlatilag fele egy idő alatt a földeket. És akkor két kombány, nagy kultivátoros vető, a legnagyobb ugye azzal nagyon lehetne csapatni. Meg akartam nézni, majd megnézem ezt a kvettreket. Vagy ezt, hogy ez mennyi a vége. Ennek 20 a vége, gyerekek, figyeled? És ennek a... Ennek meg 27, úgyhogy a hernyótalpas nem majd érdemes megvenni. Sőt, lehet, hogy le is kéne majd szerelnem róla. A New Hollandok kombájnokat meg nem tudom mennyire érdemes megvenni, mert tényleg ez ugyanaz. Esetleg nem tudom, a magtár része. Talán egy kicsit jobb ennél. Úgyhogy nem tudom, hogy... Igazából ez a kész ijász teljesen jó. Ez nagyon tele van. Nem sokat aratott az út, amióta üdítettem. Megyek a másikra, itt folyamatosan úgyis ráérek, addig dolgozni ezen. Inni. Majd itt megindulunk. Mellette, addig ide állok. Jó lesz ez. Nem fogja utolérni szerintem, de mondjuk lehet, hogy utoléri, ez most el fog mellette húzni. Akkor meg már nem lesz jó, úgyhogy hogyha ez a vége, ez átviszem a másik területre, aztán csinálja azt. Az a gond, fölgetem az időt, akkor ugye a bérelt gépek azok nem túl gazdaságosak, de muszáj pörgetnem. Ez 43%, ez meg 18. Jó, hát üríthetem végül is. Belefér az időmbe. Földre is le tudnám engedni, azon gondolkoztam, hogy nem kéne síló, csak az a baj, akkor meg fel kell mernem. Vagy pedig szállítószalaggal fel kell pakoltatnom. Nem tudom. Kijelölhetnénk neki egy földet, egy részt, és akkor ugye abba oda beleburogatta. Nem, például ott vannak azok a féltetős részek. Hogyha akarok, nem muszáj sílóba raknom. Ez is kísérült. Túl gyors vagyok. Nem, ez még jó van. Visszafele már nem lesz jó. Nem fogom a másik földre. Az ott biztos, hogy nem fogja utolérni, utána meg akkor áthozzuk ide. Szuper. Tökéletes. Jelent szavadalik 30-ot, annyira nem kell kapkodnom. Megnézzük az árakat. Ugyanolyan békosegge alatt van minden piros.
Nem, hát akkor úgy nem adunk el. Csak férjen bele ebbe. És nem fog beleférni, akkor meg cöki lesz. Ugye nagyon gondolkozok, hogy béreljek egy nagy vetőt, de nem biztos. Milyen segítő fejezte a munkát, hülye vagy? Szórakozzál velem. Na látom, Sándor, hát mit fejeztéte be? De mész visszafele szépen, okosan. Nyomjad neki, bazza, nem érünk rá. Remélem, most nem fogja úgy érezni, hogy végzett. Jó, szerintem leüríttem mind a kettőt, és akkor bőven meg is, be is fog már férni. Igazából a kombájnokba is maradhatsz, ugye nem muszáj kiürítenem. Jó, ezt az. Viszont ráérek, most még nem megyek. Egy kicsit gyorsabb igyavunk. Két kombány kell mindenképp. Lehet, hogy érdemesebb lenne azt megmennem, de mondjuk addig meg mindenképp meg akarom menni a Pontskorpiót, hogy tudjam a fákat egyből rendezni, hogy ne legyen ilyen. Most itt például tudnék ugye dolgozni akkor. Termelni a pénzt. Hm, 60%. Jó, ezt leürítjük. Leürítjük, meg akkor jövünk vissza, itt is ürítünk egyet, és akkor már be fog férni a magtárjába mind a kettő járműnek. És legközelebb úgy fogunk csinálni, hogy két kombájnnal arattatok egy földet, és hogyha még ez, akkor megyünk a másikra. Szerintem. Akkor nem kell itt furikáznom, mondjuk nagyon közel van egymáshoz a két föld, az jó. Hoppa! Biztos is leülítette. Nagy francokat. Azt hittem leürült. Na, mindjárt. Érezni azért a súlyt a járművegen, tök jó, meg van csinálva. Nézi ugye a rendszer, hogy azért mennyire sok cucc van rajt. Szuper! Múltkor voltunk kutyastrandon, ugye mindig azt mondták az egyik kutyának, ott volt egy francia bulldog, hogy szuper, hogyha valami jót csinált, gondolom ugye ez idegződött benála. Ugye ez volt gyakorlatilag az ilyen dicsérő szava, de olyan idegesítő volt, hogy folyamatosan azt fordítozzák neki, hogy szuper, szuper! Annam úristen! Vicces volt, nem nagyon mer belemenni a vízbe. Na jó, akkor ezt is ürítjük egyet. A másikat, azt akkor már bőven bele fog férni. Bár lehet, hogy az bele is fér az a maradék. Hát ez bele fog, jó, akkor hagyjuk. Majd a végén csinálja csak a dolgát mind a két kombány. Arasson le teljesen. Jó. Nem vagyok elégedett. Pénzügyekkel főleg, úgyis pörgetni kell most az időben, addig fogunk pörgetni, amíg Novárban nem megy el a cucc. Ugye itt lesz akkor mennyi? 60 ezer körül. A 180-ban el tudnánk adni 3 ezerért. Ugye egységét. 180, az akkor már felmenjünk egy olyan 200 ezer fölé. 200 ezer fölé, francok, 250 ezer fölé.
akkor még egy kör alatt meg lenne bőven a ponc, és azt meg is akarom csinálni ebben a részben, gyerekek. Nem akarok már tökölni, mindig ha ígérgetem, hogy megveszik a poncot, azt semmi nincs belőle már mi. Mióta? Lassú ez a vetés. Komolyan mondom, ez ugye egy nagy vetőnek számít a játékban, már mint mielőtt még a Big Bad mód kijött. Ezt lassúnak tartom, basszus már. Ezt is. Ez is már. 83%, be fog férni. Van egyszerűen pont 100-ra felmegy kb. Jó, mert le fogja húzni az egészet, ez meg 25%, ez biztos, hogy befér. És akkor mehet majd a következő körbe, de ott már úgy csináljuk, hogy akkor egy földet gyorsan learattatunk két kombájnál, lehet, hogy egymással szembe indítatom, nem egymás mögött, mert ugye könnyen bekeverednek akkor a fordulónál, főleg meg ugye, amikor elmennek egymás mellett, inkább legyen az, hogy egymással szembe két csarkon. Hát ezt lehet, hogy nem fogja csinálni. De fogja. Jó. Ponz után meg nagyvető. Következő cél. Ez is jó drága, nem baj. Hú, lesz ez. Csak mondjuk elviszem ezt a kombányt a másik földre, mert ez ugye hamarabb végez, gyorsan átlibbenek vele, és akkor ott be is állítom őket a következő ciklusra. A következő ciklusban mindenképp meg kell lennie a maninek. A 300, nem is tudom mennyi, 320 ezer, vagy mennyibe kerül egy pont Scorpio? Ki emlékszik rá, a gyerekek? Ja, mindenképp ez kell. 317 ezer. Laza. És nem csitelünk, ugye azt tudjátok, és nem vettünk fel hitelt se. Hitelt se vettünk fel, bár azt vernék fel mondjuk. Ez a baj, annak is van költsége, ugye? Ó, bazd meg, ez meg nem végzett. Na jó, van a gyerekek, az tudjátok, hogy az ott marad. Na, ott rohad meg. Azért nem fogok visszajönni, semmiképpen. Hatékonynak kell lenni, ennyi veszteség elmegy. 12.330 liter anyag fér el benne, és azt szerintem közben az is végez, nézzetek pont. Ürítünk, pörgetünk, megvárjuk, hogy ugye elvesse a földeket, utána pörgetünk, és akkor meg is vagyunk. Ja, meg a kis pótkocsikba is tudnék esetleg ugye üríteni, de sok értelme nem lenne, mert azt nem akarom elhúzkodni én. Hátuljából, de még fér, lol. Nem mint, hogyha nem akárhova rakhatnád, ugye? Ez is eloszlik. Hát ez meg is telik, srácok. Nem telik meg. Hű, ez nem kevés van benne még. 6000 még benne van. Hát ez meg fog tellenie. Jó van, oké. Hát ez egy 3000 éve ugye nagyon jó pénz lenne. A másik is végzett közben. Fullon van. És ebben még maradt 11%. Jaj, de király. És a másikban is van körülbelül olyan 40%. Úgyhogy nagyon sok jó pénzben vagyunk. És milyen gyorsan learattunk, ugye? Pedig elég jó. Most meg a vetőgépek lassú, vagy a vetőgép lassú, azért kell a nagyvető. Nem kell még egy gép nagyvetővel két, nem, háromszor ilyen szélességet tud egyszerre vetni. Ezt beállítom ide. Másikat meg a másik végére, és akkor egyszerre fogom indítani. Ja, 40%, hogy találtuk. Jó, ez nagyon komoly lesz, gyerekek. Hát itt mondjuk hátrébb kell kicsit állnom, mert mondja még a... vetőgép még itt tökörészik, ez meg 100%. Itt az a baj, hogy még nem tudom sehova elvinni. Gyerőre.
Még egy pótot vennék, akkor azon is tudnám tárolni. Végül is figyelj, 59 ezer, nem kevés. Nekiállok, most egyelőre ezzel nem fogok semmit tudni kezdeni. Megint a betűre várhatom, fogok, hogy vagy meg. Ezt a földet lehúzza, akkor át elmegyek egy kicsit bérmunkázni, szerintem valamit csináljunk. Mégül is nézzünk egy bérmunkát. Azt mondunk ám, srácok, mert szerintem ez bőven beleférne gyors, nem? Kis plusz pénz az sose árt. Mindig a kicsi földeken érdemes bérmunkát vállalni, ilyenkor 9-es. Aha, ez jó lesz. Ez jó lesz, ez gyors. Hát ez gyors, ez ilyen 3 perces bérmunka. Csak a súlyt is fel kell kapni. Pont egy ilyesmit láttam múltkor, így jött. És az a durva ugye, hogy ilyen, akik nem értenek a farming szimulátorhoz, azok mit mondanak az ilyen tartályos autónak? Nem a farming szimulátorhoz, hanem inkább a mezőgazdasághoz. Szippantós autó. Az ámbozi. Szippantós autó. Öreg anyárt érdek alacsa a szippantós autó. Ahogy a régen mi volt? Volt a szippantós sárga ifa. Meg a izé, meg a piros tartalja izé, nem tézé után. Szóval azt ugye izéket, ilyen derítő vagy ilyen pöcegödröget szippantottak, amikor ugye még nem volt falukba mi az szennyvízhálózat, azt mindenkinek ideje volt. Ilyen, nem is tudom minek nevezik. Szennyvízakna vagy mi a rák. Amikor ki kéne kapcsolnom, sokkal gyorsabb lenne. Igaz, hogy 3000-et fogok ezek, nem, ez egy 5000-et fogok keresni, mert gyors leszek, de az is jó. Hát meg ennek a földnek az értékét, ezt már olyan szinten lenyomom, 9-esét, csak az a baj, ez pici, ez nekem sem értelme nekem, ez meg bennem. Most egy ilyen pici földön mit termesszek én? Esetleg fával telenyomni, annak lenne értelme, de akkor meg akárhova ülthetetek fát. Végez, akkor egyből V. Gyorsabban fordul, ugye? Gyerünk. Fele van megvan, ugye? Most van kávé fele. Ezt jól megcsinálták ezt a... Igazából egy textúra mozog egy ilyen íves poligonon. Poligon rácsol, nem, poligon az nem íves, ugye? Hogy lenne íves, az poligon az egy sokszög. Egy poligon rácson mozog. Egy ilyen Z-textúra, ami gondolom ismétlődik. Csak olyan gyorsan mozog, hogy ugye nem látod. Jó ez. Teljesen jól megcsináltak. Igen, sokat kihagyok, remélem, hogy azért sikerülni fog, látod, ott is egy csikot. Gyerünk. Megyek egyet a szélén. Tegnap meg képzeljétek el, izé volt. A lakodalom meg esküvő itt a faluba. Egy, nem is tudom, szerintem 40 éves emberkék izé volt azoknál volt. Hát jó van. Úgy gondolták, hogy most jött el az idő. Erre. Hát soha nem később gondolom az ilyen. Jó, most még középen elmegyünk. Nem kell úgy a sokáig valószínűleg, de mondjuk lehet. De az a traktor, ez micsoda? Ez nem egy Lamborghini, dehogy nem. Úgy magukat, ezeket a Lamborghini traktorokat nem mondják egy túl jónak. Ugye nézegettem őket, ilyen kritikákat. De múltkor néztem egy tesztet is egy valós traktorról. Persze nagyon high-tech volt, meg minden. Oké. Te, Sanyi, ne zorogodsz el, kipörel.
Ne kell húzni mindig itt a végét. Hát ezt a végét azt kéne csinálnom, hogy ugyan elszántom. Vagy nem elszántom, hanem hogy nem vagyok lesimítóztatom. Ledöngöltetem azzal a hengerrel. Szóval nem lenne ilyen probléma. Hát annyi baj legyen. Nem tart sokáig, de sokáig tart. Most is elmegyünk bérmunkázni egyet nagyon gyorsan, amíg ez végez a másik földdel is. Ja, és addig kell pörgetnünk az időt, amíg valami jó áron nem fogjuk tudni eladni ezt a cuccot. Most ennyi voltam. Mennyi. Jó lassú vagyok. Traktor. Egyébként valamilyen szinten fölösleges ez a traktor játékban, mert a nagy challengerek például simán ugyanazt a nagyvetőt el tudnák húzni, mint ez. Úgyhogy annyira nem látom létjogosultsága nincsen ennek a traktornak nagyon. De jó. Szép nagy köllött ez is. Megmondom őszintén, egy picit csalódok ebbe a Farming Simulator csapatba. Én meg sokkal érdekesebb DLC-ket tudnék kiadni. Például mekkora király lenne? Az a baj, hogy ugye lehet, hogy... ja igen, na most arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha például... kelet-európai retro járművek pakkot adnának ki. Szerintem annak nagyon nagy keletje lenne, mivel... Én így végignéztem multiplayerbe az összes szervert, hogy mennyi van, meg hogy van. Hát a kelet-európai országokban van leginkább a legtöbb játékos. És gondolom nagyon bírnák mondjuk az MTZ-ket meg ilyesmi. Tudom, hogy vannak morog, de hát akkor mellennének ugye a rendes játékba is, az nem lenne rossz. Na oké, akkor menjünk szerintem izajani. Bőrmunkázni valamit. Azért egy ilyen izés, nem is tudom melyik a 8-as földön, mekkora bérmunkákat lehetne, várjatok. Fú, ez a... És 11 ezeret ad csak rá, és memütrágya az is, de hát ezt nem csinálom természetesen. Nézzünk valami kisebben. Kettesen? Mit akar? Aratni kell. Hát ez sokáig tart, mint az atom, az a kombájna főleg. Victor Hugo, mit akarsz, More? Na, nézzük a 15-ös. Nézzük a 14-est. Jaj, ez meg még szarabb. Egy órán keresztül, ugye vagy? Ezt ne álljatok neki soha ennek a krumpliszerésnek, vagy mi a répaszerésnek. Ez egy halál. Haladni. Baromi sok ideig tart. Nem akarok azzal tökörészni. A 9-esen mi volt? Jaj, megint van a 9-esen. Jó ez. Tartsázni kell, gyerekek. És mennyibe kerül már? Csak 63 ezer. Majdnem megvettem most meg ezt a földet, hallod. Milyen ennek izéje van, Lamborghini-je van ennek a faszinek csak. Ezt berakhatnánk normálisan is ezeket az eszközöket. Na. Most meg be kéne nyomni, mert habet, mi? Lol. Ez még annyira nem beszélyesen hosszú ideig tart. Lehet, hogy körkörösen fogok menni. Ami nem valami hiteles dolog, de hát... gyorsan végezzünk. Tolatni tárcsával ne tolassatok a valóságban, mert csúnya dolgok lesznek. Most a keeper így megengedhette. De mondjuk lehet, hogy gyorsabb is lenne, ha kivenném a földből ilyenkor. Jönni. Gyorsan végzünk ezzel. Addig végez a izé is, végez a gép is. Pörgetjük az időt. Eladjuk a cuccot, még egyszer learatunk, és még megvan a pavansz is. És akkor iszonyatosan drága gépparkunk lesz mindenféle műveletre most már lassan. Még egy-két dolgot azért jól lenne venni, de
Lesznek még itt jó dolgok, gyerekek. Azon csodálkozom, tegnap csináltam Battlefield 1-es videót, akkor raktam ki, azt annyira nem jön be nektek, tök durva különben. Az egy elég mainstream játék pedig, ugye? Nem szeretitek a mainstream játékokat. Egyébként az a durva, hogy én is úgy vagyok vele, hogy inkább az indie kategóriába, vagy pedig a nem mainstream kategóriába szoktam válogatni. Nem, például Call of Duty-t nem játszottam iszonyatosan régóta. Még talán a, nem is tudom, hárommal, vagy nem tudom melyikkel játszottam utoljára. Pedig ugye aztán az tényleg az igazi mainstream. Meg nem is tudom, mikor vannak amik ilyen kategóriák. Jó, GTA-zni GTA-zok, mert az szereti a Keeper, de... Mondjuk én mindig nagy GTA fan voltam. Nagyon durva volt, ugye... Legelőször játszottam GTA 1-et. GTA 1 felsőnézetes tudod. Igazából GTA 2 maradt ki teljesen, de... Helyett valamennyit próbáltam, de igazából az GTA 1 szinte csak egy kicsit javított grafikával, ugye? Az megint csak felsőnézetes. Szóval ott még nem volt 3D, hanem fölülről láttad, mint valami ízét, valami matchboxot, szőjeget a várost, aztán úgy kellett irányítgatni, meg lövöldözgetni, meg ilyesmi. Nagy áttörés nálam a izé volt, GTA 3. A GTA 3-at azt emlékszem, van egy Virág Zoltán nevű haverom. Ő a Zalaegerszegen a Csáncsuliba dolgozik, ő ott portás, és mindig beszoktam lógni hozzá, és akkor a számtek teremben GTA 3 volt az egyik gépen, aztán azzal toltam. De valami third verzió volt, és emlékszem, régen az volt a third verziónak a hátránya, hogy nem lehetett ment, és mindig újra kellett kezdenem, és mindig újra kezdtem, de soha nem mondtam meg, tök durva volt. Ismertem hát ez mit tudom én, nagyon sok alkalommal volt, és mindig próbáltam egyre tovább vinni. Tök durva volt, jó volt. Igen, hát az volt a nagy áttörés, az nagyon imádtam. És utána GTA Vice City, hát az meg már saját gépen itt van, az meg már egy, nem is tudom, az már álom kategória volt, imádtam nagyon. És utána rászoktam az összes ilyen stílusú játékra. Olyan játékokkal játszottam, ami ilyen más szinten nem is, például volt egy Driver 3 nevű játék, amit nagyon sokan utáltak, de nagyon GTA-ra hajazott, és én azért nagyon szerettem. Még gondoltam is rá, hogy sorozatot csinálok belőle, de nagyon szerintem elavult grafikával rendelkezik, és biztos utálnátok, aztán inkább hagyom. Ja, Driver 3. Na utána GTA-ban mi is volt? Ja, hát San Andreas volt. Hú, hát ez nagyon nagy királyság volt megint. Ezt megint nagyon imádtam. Az még ugye hasonló engine volt, mint a Vice City, úgyhogy grafikai előrelépés nagyon nem volt. Tehát nagyon szerettem. Na hát akkor utána ugye meg Xbox only lett a GTA 4. Nem is tudom meddig, legalább egy évig ugye nem jelent meg PC-re. Hát emiatt ugye Xbox 360-ot kellett vásárolni. Gyakorlatilag szinte ez az egy játék ment rajt, meg a Fable 3? Fable 3? Nem, 2. Mármint nekem igazából ezzel kettővel játszottam, de GTA 4-et játszottam vele, ez nekem bőven elég is volt. Akkor ezt kitoltam, el is adtam a Xbox 360-at miatta. Ja, és akkor utána meg még közben jöttek olyanok, mint GTA Stories játékok, amik Vice City Story, meg nem is tudom melyik volt még, azok meg ugye csak PSP-n voltak, PlayStation Portable. Tudjátok, az a kézi konzol. Na hát akkor meg az is volt amiatt, és azokat is végigtoltam. Most már azt hiszem, hogy van más platformra is ezek a Stories részek. Na mindegy, akkor még nem volt. És akkor azt is végig, aztán utána meg ugye GTA 5. De valahogy most meg már még mindig vagyok nagy GTA fan, de régebben sokkal nagyobb voltam. Most már úgy elsikkadt ez a GTA őrület. Régebben kimaxoltam teljesen a GTA játékokat, GTA 5-öt végig se vittem. Inkább ökörködni szeretek benne, meg így hülyeskedni, de nem tudom, nem vittem végig. Valahogy akkora nagy fan voltam, hogy képes voltam csak ő miatt a Xbox 360-at venni, tényleg amiatt, az egy játék miatt vettem meg, mert képes voltam PSP-t venni amiatt a játék miatt,
És utána tényleg kijátszottam őket, akkor eladtam, ekkora fan voltam. Nem nagyon van szerintem, nagyon ritka az ilyen nagy fan, hogy még egy képes konzolokat venni egy darab játék miatt. De most meg már úgy annyira nem, elsikkadt. A GTA Online az meg sajnos nekem nem azt hozta el, mint amit vártam. Én a GTA Online-tól tudjátok, mit várnék? Egy olyan RPG-szerű dolgot, mint például ez az MTA, hogy tök jó, így házat vennél, lennél, tudom, hogy lehet venni, de nem az lenne, hogy ilyen őrült öldöklés, hanem inkább a szerepjátékos vonal. Vágod. Ja. Hú, van egy csomó játék, amit nagyon-nagyon szerettem. Például, nem tudom, írjátok meg, hogyha ismeritek, vagy pedig szeretnétek be a sorozatot. Nekem volt egy olyanom, hogy Morrowind, Elder Scroll, Skyrim, előtt volt ugye egy Oblivion, meg volt egy Morrowind. Na, Morrowindben én annyi órát töltem és annyi időt, hogy az szerintem, hogyha az visszakapnám, akkor egy éve öregebb, vagy fiatalabb lennék. Tényleg, ismeritek a Skyrim-et gyakorlatilag, ismeritek talán az Oblivion-t is, hát az olyan, mint hogy az Elder Scroll Morrowind, az olyan, mint hogyha fognád, most még mindig ott dolgozik az a gép, nem? Az olyan, mintha összegyúrnád azt a kettőt, és akkor a területen játszolik, és nagyon-nagyon változatos, és annyira imádom, és lehet, hogy most már húzom is le. Jó, tudom, nincs meg eredetiben. De, bocs érte, de egyébként nagyon-nagyon szeretem azt a játékot. Nagyon jó az a játék, gyerekek. Nagyon összetett, nagyon imádom. Nagyon annyi órát játszottam vele. Na, köszönöm szépen, szavaz barátom. Nehogy már ne tudtál fordulni, hogy rohadjál meg, gyerek. Na jó, akkor végez, aztán megyünk neki a nagyvilágnak. Ezt pörgetjük az időt, gyerekek, és akkor pont Scorpio kell. Úristen, neki fogok állni Morrowindezni, és rüelni fogtok. Egyébként a csatornámon már egyszer nekiálltam mi a neve? A retro csatornámon, csak hát a franc tudja, miért is hagytam abba. Bár az olyan, hogy sokat kell vele játszani, és nem tudom, mennyire élveznétek. Ugye az fú, de imádtam azt a játékot, gyerekek, nagyon szerettem. Az egyik szerepjátékban még mindig szerintem a legjobb, nem? Én nekem nem izé... Ne, nekem nem, a Skyrim nem adja vissza ugyanazt. Na, lassan vége, de mindjárt oda végig sütjön. Szóval húzunk is le a földről. Sőt, abban a pillanatban, amikor izé, akkor már pörgetem az időt, amikor véget ér. Véget ér a móka már? Sőt, már mindjárt, na. És start! És több nem kell lehúzni a szél egy gyerek, nyugodjál meg. Jó, figyeljetek, ez itt maradhat is, ugye? Jó, félreállogva, és akkor úgyis ezt a földet fogjuk először aratni. Jó, srácok, nagyon király a dolog. Pörgetjük az időt, mint az állat, közben nézzük az árat, mint az állat. És akkor meg kell, addig el kell mennünk, hogy ugye a baba azért jó árba legyen, nagyon szar árba van. Teljesen rossz árban van. Felhozom ezt is. És egyszerre indulni fognak, és nagyon gyorsan kell ürítenem is majd. Mert ez meg fog telni. Na, nézzük az árakat. Aj, bab nem mozdul. Ezt annyit állom egyébként. Bál, mint a gerej. Mint a gerej, nem mind a gerej. Minden megy fölfel, csak a bab nem mi. Figyelj, ez különben mindig úgy van, nem? Mondjuk jó, nem panaszkodom, ez alatt rész 3000 fölött adtuk el. De meg sem mozdul. Jáj, Sanyi! Viszont átmehetek a túloldalra, mindenképp ott fogom eladni.
valószínűleg. Elindulok vele, mert valószínű, hogy ott fogom, ott lesz eladásra. Na figyeljetek, 60 ezerrel indultunk, csináltuk két bérmunkát, 73 ezer, ez azért fedez egy kis költséget. Mint ugye így fölhalmozok magamnak, szó szerint költséget halmozok. Figyeljetek, ebben a részben mindenképpen meg fogom menni azt a rohadt ponzt, hogyha hitelt kell felvenni akkor is. Hát megyek a túloldal, általában a folyó túloldalán szokták menni. Gyerekek leugratnák. Hű, azért a takarmány az elveszne mi? Vagyis a gabona. Jó, ide állok. A babocska megindult Vély Grainsbe. Fogadjunk, az meg olyan helyen van, ahol... Van a Vély Grains. Te hallod? Hát jöttem a folyón, riktig ott emelkedik a gabonára, babára, ahol... Jó, hát közben nézzük a... Még van bőven időm, mert ugye ez amire felnő, vagy felnövekedik. Ez nem olyan nagyon nagy gyors mozgás, még változhat. Hát 2-8 alatt nem fogom eladni. Az úgy nem frankó. Kettő 8 alatt nem lesz eladva. Kettő, nyolc, fölé felmegy, akkor megvárjuk addig, amíg még egy picit felmegy, ameddig ugye meg nem áll, és akkor ott fogom eladni. Ez a taktika. De hát az még egyáltalán nem biztos, hogy ez a 2500 körül járó, az fel fog menni addig. Mondjuk elég szépen megy. ...2600 körül jár már. Na, az lehet, hogy el fogja érni nekem, de az a vicces, hogy tényleg átmentem a folyó túloldalra. Ez az összes a folyó túloldalán van, ez az egy nem. De biztos ide, itt lesz a jó. De jó lesz ez, úgy érzem. Ez 2-8 fölé elmegy, akkor utána már csak addig pörgetjük, amíg még följebb mozog. 2006. Jó megy, gyerekek. Jól megy, csak meg ne álljon. 2007, jó, te gyerekek, az fölmenne egy 3100 környékére, az már nagyon beteg jó lenne. Jó, ez 2-8-at biztos el fogja érni. Jó, nagyon jó. Hú, de nagyon jó, jaj, de mazlim van. A többi még mindig stagnál. Olcsón ne adjatok el semmit. Főleg 1800 meg ilyenekért. Ez jó lesz, ez fel fog menni 3000-re szerintem. Ezt fel fog menni 3000 körülre, biztos vagyok benne. Ezt fel fog menni. És akkor ugye azt kapunk érte 180 ezer pénzt, most van 60 ezer körülünk, mert már ugye mindjárt éjfél van, és akkor levonások lesznek. 240 ezer, és mindjárt meg lesz akkor már onnan a ponsz. Szépen megnőnek a fák, arra megvan a ponsz. Következő akkor az, hogy legyen saját a kombájn, és legyen egy nagyvető, de lehet, hogy egy nagyvetőt, lehet ezt a bérkombájnt meghagyom, és egy nagyvetőre fogok gyűjteni. Hátjátok, ez 3000 fölé fel fog menni. Egy 3200, 3300, az még kicsit a király lenne. Tehát még mindig fölfelem egy frankon. Mondjuk most már lassabban. Most már lassabban, most már... igen, most már... Na? Ilyenkor ugye ameddig megy fölfele, az a lényeg. Vagy pedig amíg el nem indul lefele. Mazling van, mazlinek mondható ez a dolog. Ilyenkor már nem szabad azt csinálni, hogy ugye kilépsz, aztán pörgetsz időt anélkül, hogy látod nagyon, mert elindul lefele, akkor bukod.
Na menj még fel 3000-ig, ne viccelj, akkor legalább legyen szép kerek szám. Oda nézzetek, mennyit levontak, bazod. Nem kevés. Figyelj, nem megy fel 3000-ig, rövej. Megállt, jó. Oké. Akkor annyi addig időlassítás van, amíg lemegyek oda. És mehetek vissza, de vicces. Elnézést. Hú, rendesen fogja a gépet. Ez a kettő hálása van a refinek és a lámpának. Ilyenkor rendesen löködi meg tolja, minden baja van a gépnek tőle. Még itt átmegyek a 8 és 9-esen és akkor ott lesz. És itt nyilván nincs kerítés. Szuper, itt kell lennie valahol. Jó gyerekek, még annyit megteszünk, hogy ide én felállok. Így. És annyi, hogy még addig pörgetek egy picit az időbe, amíg el nem kezd lefele menni, mert még esetleg fölfele mehet. Ugye itt lehet még az a lehetőség, és előfordulhat, hogy fölfele megy ez a szám. Nem lefele indul el, hanem stagnál egy kicsit, és még egy picit följebb megy. És megnézzük, hogy jó helyen vagyunk-e. Jó. Ugye még van egy kis időnk, amíg be nem érik itt a dolog, sőt még ugye ez hány növekedés is nem már csak egy jó. És lehet, hogy ezek följebb mennek, de nem valószínű, hogy 3000 fölé nagyon ritkán megy. Nyomok egy mentést, rég mentettem. Nem akar már följebb. Ez meg lassan beérik, úgyhogy mindenképpen jönnöm kell vissza, mert ugye nem tudom hol rakni a babonát. Hát gyerekek, jó. Oké, ja még, igen, most lesz még egy növekedési stádium. Jó, eladom gyerekek. Eladtunk. Kíváncsi vagyok, hogy még megye följebb. Vissza kell mennem, ugye? Majd ezt megnézem még, hogy följebb megye. Jó, gyerek, hát megvan szerezve, ne vicceljél. 240 ezer, azért frankon eltaláljuk mindig. Ja, itt meg van kerítés, mi? Várjatok? Aha. És elkezdett csökkenni, és figyelted, nem is írta, hogy csökken, de nagyon durva, jó. Mazling van. Viszont erre figyelünk, hogy akkor ne pörögjön. És akkor még össze kell szednünk, gyakorlatilag, 80 ezeret, és meg is van a ponszunk, ugye? Nagyon jó. Vissza, javallázok. Jó, 21-es, itt is vagyunk, úristen. Ez tök jó rövidítés volt. Nagyon szuper. Ja, és tudom is üríteni, ugye ezt kell is.
Oké. Kurva jó. Jó, ebben a részben mondtam, pont meg lesz gyerekek. Mindenképpen meg lesz. Fák nem nőttek? Jó, mintha nőttek volna, nem? Vagy nem? Több fát kell legközelebb ültetnem, mert ugye... Nagyon sokáig tartanak, hogy megnőjön, úgyhogy közben is majd kell ültetnem. Azt fogom csinálni. Hoppá, gyerekek, és akkor... Ez az, és mehetsz. És mehetsz. Csapjátok neki, gyerekek. Versenyeznek a legények, mi? Király, király. És ugye itt fordulnak egyet, már küldöm is a vetőt rá. Nagyon király. Ja, ezek nem nőnek, ezek szerintem két naponta nőnek egy egységet. Úgyhogy a következő még egy... Hú. Akkor ezt nem is tudom hány egység, hány növekedési szakasza van. Szerintem egy 4-5 biztos van, hát 4, akkor 8 nap, ez sok. Kell majd ültetnem közben még. Ezt tele kéne nyomnom az egészet, nem? Kicsit jobb, mint egy kombájn, no? Jó lesz az. Megtelik a izé, akkor egyből adjuk el. Sőt, nem is kellene, hogy megteljen. Várja, mennyi izé, mennyibe veszik most? 2008. Jó, 3000-re számolunk. Akkor ugye kell nekünk hozzá 80 000. Akkor egy 30 000 liter megvan már, akkor bőven azzal meg vagyunk. Tehát akkor három ilyen izével, három kombányi, bőven, sőt még annyi se. Kettő kombány megtelik, akkor már meg tudjuk venni a ponzt. Hát ezen a földön megvan magyarul. Jó, szépen elfordulnak, mennek visszafele. Így indítottam, aztán így nem zavarják egymást. Tök jó. Azon filozom, amikor belekezd, akkor megvárom, hogy az is pontot legyen. És akkor egyszerre mozogjanak teljesen. Csinál. Vannak bajok. Na most. Igen, most jól sikerült egyszerre kettő. De érdekes, az egyik máshogy tolatott, mi máshogy fordult, mint a másik. Durva. Hátra tovább tudjam fordulni. Tök jó. És a következő körbe befordulnak, akkor le tudom üríteni mind a kettőt, úgyhogy belül lesz mind a kettőnek a csöve. Nagyon cuti. Az lenne jó, pont így, úgy indítani őket, hogy így összeérnek a csövek és középre beállni, mi? Ez király lenne. Jó, 6200 van, hát egy 10 000 meg lesz, van benne még ez. Sima liba. És akkor lehet, hogy viszem is majd, hogy megvegyem a ponzt. Hoppa, valamit elfelejtettem. Ugye? Pont ez volt a lényeg. Ennek már mennie kéne. És akkor középre beállok nagyjából, és akkor
Leürítjük mind a kettőt ezen az egyenesen. Kíváncsi vagyok, ugyanúgy fordulnak-e. Aha. Most hogy néz ki? Hát nem teljesen. Nézd, az bemegy. Úgy csinálja, úgy tolad vissza, ez meg így. Érdekes. És ez gyorsabban fordult, beszarok. Ja, hülye vagyok, nem egyszer, nem ki... Csövek azok nem lehetnek úgy, ha arra megy mind a kettő. Jó van. Megoldottam, kitaláltam a hülyeségem. Az izénél meg volt a csó, csak a silózónál, amikor... ugye, azt tudja mozgatni, hogy merre tolja kifele. Tehát akkor egy 30 ezerbe, ha lesz annyi, akkor az már ugye jó lesz kb. Csak az a baj, nem pörgethetek az időbe. Jó, megyek a másikhoz. Azt nem akarlak megakasztani, haver, bocs. Mondjuk lehet, hogy itt most azt kéne, hogy megakasztom. És akkor pont jó lesz a fordulásuk, mert az egyik az be tud menni előre, a másik meg mögé. Ez úgy lesz jó, figyeld meg. Volt bőven. Jó, ennyi. Kíváncsi vagyok, most hogy fordulnak. De félreállok itt, már nem megy semmi. Na, ezek hogy fognak fordulni most? Mondjuk a hátsóval. Ez lenne jó, hogy befordul előre. Addig végez a fordulással, amíg ez jön. Fordulj, fordulj, csak belekeverednek, jaj. A vetőgép egy kicsit belekeveredett. És akkor ez még a maradékot még lehúzza. Az lesz a jó, az lesz a jó. Ne. Az a vad. Figyeld. Így gondoltam. Jó, és a kamionnal meg megyünk a másik földre. És ezt automatán oldották meg, ez jó. Na, pont azon gondolkoztam, hogy végén majd összeakadnak, szar lesz ez, hogy így egymásra szembe indítgatom. De ez tökéletes lett. De jó. Na, kamionnal megyek a másik földre. És amikor áthozom őket, akkor leürítem, és az bőven elég lesz arra, hogy ugye meglegyen a pénz a poncra. És akkor el is adom valószínűleg. Hát remélem, hogy jó árba veszik most. Bal oldalukon van a cső, tehát valahogy úgy kéne bánom. Hogy ide. Mondjuk ide. És akkor vagy bejönnek egyből? Remélem bal oldalukon van, ugye? Bal. Jó. Ebben van 5000, a másikban is lesz 3000 körül. Ebben van 26000, ott van 30-valahány ezer, csak meg lesz. Király, Sanyi. Meg akarom venni a ponzt. Nagyon idegesít a dolog. Bár megmondom őszintén, a kombányt megvenném, az jobb lenne. Több értelmen lenne, mert még mindig nem lőtt meg ugye a verdő.
kapcsolat ki. Amíg kiürít, addig hozom a másikat is. Az a múltkor néztem, hallod, kimoltam tőlem a tőegyenesbe. 3-4 darab ilyen zsíró New Holland egymás után ment keresztül a tarlón. Brutál, és húzták maguk után, ugye vágóztattak, jól néztek ki. Ugyanazon a nyomvonalon, ugyanígy tök jól néztek ki, így mentek egy hülye, végigjött az úton. Alig tudtam elmenni Ventóval, mert át kellett, vissza kellett tolatnom egy csomót, meg minden szar. Aztán de a többi az meg ment tarlón keresztül, azon rögtem, hogy a tarlón keresztül hamarabb beértek egyik helyről a másikra, így levágták az utat, mind a bolonda izével. Aki az úton közlekedett, aztán minden alig bírt elférni. Hát ez jó, egy hónapja volt rá. Ugyanígy, szembe egymással kettő úgy fog menni egyébként. Oké. Ez visszük 36 ezer, várjál, mennyibe? 2800. Old Green, azt fönn van, ugye? Jó, figyeljetek, annyi az annyi. Nézzük. Mondjuk még fölfele menne, mi? Baszok rá. Fölvisszük, megvesszük a fonc, gyerekek, nem akarom már tovább húzni az időt, lehet, hogy nem menne fel szinte semennyit. 2900 az nem rossz ár. És most azért emiatt elmegyek fél pótta, hogy megvehessem a poncot. És a hitelt még nem vettük fel, az tök jó. Hitelt tudjátok, hogyha fogjuk megvenni? Megnézem, mennyibe kerül a tízes föld. Lehet, hogy akkor. Azt csináljuk, hogy még most megvan két kombány. Lehet, olyan nagyvető kéne. Megvegyük nagyvetőt hitelből. Az jó lenne. Ezt utána meg a tízes földre gyűjteni. Most már akkor nagyon nem kell semmire. A legnagyobb vető és tízes föld. Az lenne a következő projekt. Na, akkor már termelnénk a pénzt. Na, te meg kukoricát ültettek pont. Szíje csapunk mindent. Az Old Green, ugye? Remélem. Aha. Hoppa. Valahára nem akartam lecsatolni. Júj. 300 időnek kell lenni, 317-nek sima meg lesz, jó. Na, úgy gyerekek, királyok vagyunk. Szóval atom gyorsan vissza kellene mennem. Mert nem fogják tudni leüríteni majd sehova egyik se. Jó, és visszamegyek és veszük a sponzt, gyerekek. És az a durva ugye, hogy tényleg hitel nélkül, csalás nélkül, ezeket mind sikerült kitermelnünk. Hitel és csalás nélkül, mindenféle csalás nélkül tényleg. Nagyon komoly, a legnagyobb kombájnok szinte megvannak, a legnagyobb kamion, a legnagyobb pót, a földet vettünk, meg még ráadásul megveszünk most egy pont skorpiót is. Nagyon imádom. De lassúak vagytok, gyerekek. Nagyvető kell, mert akkor már végződ volna ezzel a földet bőven, és akkor már mehetne a másikra. Megnézzük, mennyibe vannak. Jó, oké, mehetünk. Kicsit hátrébb szóltok, mert ezek akkor átfordulnak, oké, és akkor pont Scorpio. És az az enyém lesz. Elnyúlta a fölösleges, gyerekek.
Az kim vagy? Az egy komoly, nem? Kész van, ez is. És akkor gyakorlatilag a fakitermelő rész, az fullos. Mármint ezután már nem kell semmit oda venni. Esetleg annyi, hogy mindig... Lehet, hogy egy faültetőt veszek, azt akkor nem kell folyamatosan bérelgetni. Csak az abban igazából mire rakod, érted, kell hozzá egy traktor, és az meg már úgy majdhogy nem a fölösleges kategória. Úgyhogy nem tudom, lehet, hogy nem, hanem mindig bérlünk majd. Ültetünk erdőt. És akkor daráljuk. Megyünk földes útnak, gyerekek, ez izével megy 22-vel. Rövidítek valamerre itt a bótok mögött. Susnyásba kijövünk. Meg is telnek ugye azok addig. Akkor következő projekt. Ugye, hát igen, bérelt az egyik kombájnom, az viszi a pénzt, mint az atom. Viszont lehet, hogy a nagyvetőt meg kéne vennem. Mert akkor még gyorsabban termelnénk, és utána megvenném a kombányt, meg akkor földet megvennénk, a tízes. Hú, megnézzük, mennyibe kerül az a tízes föld, biztos nem olcsó lesz. Ez egy kicsit fullosak vagyunk már. Ebben a két részben haladtunk azért. És ide jó, van egy sponsor, hihetetlen. Megnézem, mennyi a tízes föld. Hú, ez jó lesz. És itt alatta van ez a 8-9-es, azok a marha hosszúak, látod ott? És már a kettő között csak egy földsáv van. Szóval azt meg összeszántva megcsinálhatjuk a legnagyobb földet a játékban. Mindjárt mutatom. Megnézed, a 10-es az egy elég nagy föld, de a 8-as, a 7-es 8-ast, ha összeszántod, az lenne a legnagyobb föld a játékban. Úgyhogy az egy nem lenne rossz dolog. Mert ezt visszük akkor a helyére. Viszont a 10-eset akarom megvenni, az is marha drága lesz. Ez mi a rák? Ez mi? Ez mi az olyan, mint valami zab vagy, nem tudom mi ez. Ugye viszont ezeknek magtára megtelt. Jújj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 
Most már ezt elviszem idáig. És ez ugye egyből kivágod, darálóba bele. Daráló ugye bedarálja egyből bele a hőerőműbe. Mit tett meg anyád? Ja csak ennyi, ja írja, hogy majd meg fog telni. De faszva. Hát ez van. Várjél végig, barátom. Csak ott neked nem is kéne elindulnod visszafele, ugye? Nem hát, ezt ki is kéne kapnom innen a vandalból. Ezt kiveszem. És egy másik majd visszafordul. Mindjárt. Oké, és akkor ezeket eltávolítom az útból. Úgy, éppen ki van számítva. Ez nagyon ki lett számítva, gyerekek. Jó. Oké, király, majd ezt kiürítem. És akkor itt ezen a földön itt el is lehet hídreztetni majd.
nagyon sok gyorsan termeljük most a pénzt, és egyre gyorsabban fogjuk, nagyon-nagyon bírom. Nagy vetőt kell megvenni, gyerekek, meg is kéne néznem, mennyi az a nagy vetve. Jaj, ez meg megállít, na mindegy, hol vannak a vetőgépek. Jaj, a legnagyobb, hol van a legnagyobb? Itt van. Ez viszont kell hozzá egy ilyen, tehát akkor ez 300, majdnem 400 ezer, mennyi hitelt tudnék felvenni? Kéne nézem a hitelt. Azon, hogy hát felvettük a hitelt. Milyen jó van akkor. Akkor a hitelt azt vettünk fel, mi? Azért nem is emlékszem rá, amikor. Na mindegy. Akkor azt kell csinálni, sajnos. Hogy ki kell termelnem 400 ezeret. A nagyvetőre. Következő. Ugye meg a 10-es földet akkor már megnézem, ha már itt vagyok. Annyira nem veszélyes. 652 erre térség, 8 egész valamennyi hektár. Az enyémet sajnos már nem tudom megnézni szerintem, hogy hány hektáros. Mi ez baj? Úgy ott már nem enged rá menni. Ja, nem az a fontos, nem az a fontos, hanem ez. Hogy ezt hozzam át egyből. De jól van, srácok, szerintem ennyi volt az a rész. Akkor a következő projekt a nagyvetőnek a megvétele. Nem sok. Mármint most soknak tűnik 400 ezer, de ugye most igazából annyira nem fogunk semmi másra költeni. És iszonyatosan gyorsan műveljük a területeket. Gyakorlatilag egy rész alatt több százezeret ki tudunk termelni. Úgyhogy a nagyvetőnek a költségét hamar meg fogjuk tudni szerezni. Főleg ugye ezt el is fogom adni, ezt az egy vetőgépet, mert nekem nála nincs rá szükségem akkor. És úgy fogjuk megvenni a nagyot. Hát azzal meg iszonyat gyorsan. Ott már csak tényleg az időpörgetés, ami befolyásolja a dolgot. Na jó, gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsumi csörészta, csokoládés traktorkerék. Sziasztok!